Peggy 18. Na, hello, fiúk, lányok! Elérkeztünk az első igazi kalandunkhoz. Hát, kedves karakterünk Postal Dude átkerült egy másik városba, és szembesülnie kellett a csúnya helyzettel, gazdasági válságban, ugyebár, és hát minden pénzbe kerül. Ezért úgy döntött, hogy felkeres egy sexshopot, hogy munkát vállaljon, és hát nem mindennapi kalandokban lesz itt része hamarosan. Mint látható, Ron, a sexshopnak a tulaja megkérte drága jó karakterünket, hogy hát a vendégek által itt hagyott hoki zsebkendőket legyen olyan kedves és porszívózza föl, ezzel is megtisztítva a üzlet helyiséget, úgyhogy hozzá is látunk hamarosan a feladathoz. És látható, hogy hát kedves karakterünk nagyon szorgosan végzi a munkát, mindenütt hevernek a hoki zsebkendők, mert hogy hát a itt található úriemberek bizony eléggé szemetesek, ha ezt is szabad így mondanom. És mindenütt ott hagyták a drága jó csomagjaikat. És ezt a tevékenységet egészen addig kellett végeznünk, amíg meg nem telik a porszívónak a tartálya, és akkor utána majd meglátjuk, hogy mi fog történni. Hát látható, hogy hát azért kedves úriemberek bizony nem restek használni a szerszámukat. Úristen, mi folyik itt? Kérem szépen, jaj, hát nem gondoltam volt. Még hogy cenzoros. Na. De látható, hogy már is jön az első actionünk, ugyanis betámadták a sexshopot a feminista nők. Mindenféle méretben és formában és fajtában, úgyhogy a mostani feladatunk nem más lesz, mint megállítani ezt a drága jó kis társaságot attól, hogy lerombolják az üzlet helyiséget, és megsemmisítsék a kedves tulajt. És ebbe a feladatba a porszívó lesz a segítségünkre, hisz a porszívó szívás helyett fúvásra fogjuk állítani, és a zsebkendők és azoknak tartalma bizony a drága jó feminista nők képében fog landolni, melynek hatására bizony bizonyos reakciók lépnek majd életbe, de hát ezt hamarosan látni is fogjuk. Már is adtunk rá egy zsebkendődek, nézzük egy következőt. Ő is megijedt, jól van. Azt hittem más is fognak csinálni, na. Talán itt ez a kövér majd adni fogja. Azért a zsebkendőket be kell osztani. Sajnos nem szívtunk fel annyit, hogy csak úgy golyószóró mód dobáljuk. És el is kezdődött. Na, lehet látni, hogy ha kellő helyre nyomjuk a papír zsebkendőt és annak a tartalmát, ami ugyebár tudjuk, hogy mi, hát akkor bizony sugárba elkezdenek hájni ezek a drága jó feminista nők. Úgyhogy már csak annyi dolgunk maradt, hogy szépen az összeset megkeressük, és zsebkendővel lássuk el a fejét és egyéb testrészét. És látható, hogy Ront is betámadta az egyik ilyen lény, így már is adtunk neki egy zsebkendőt, sőt három zsebkendőt, melynek hatására nem csak megverte Ront, hanem le is hányta. A fegyveresekkel különösen kell vigyázni, hisz azok több zsebkendőt igényelnek. De látható, hogy azért nagyon nem kell félnünk ezektől a nőszemélyektől. És micsoda hányás, Istenem. Nem gondoltam volna, hogy ezek ilyenekre képesek. És azt hiszem pörköltöt evett. Fúj. Hogy ömlik. Na. Talán most már vissza fog vonulni. De nem. Na végre, sikerült, jó van. Nem, csak lehányta az ajtót. Kezdek kifogyni a papír zsebkendőből. Na, hát ha így most jó lesz. Hát hogy ennek már olyan bukake van a fején. Na jó, van, keresünk egy újabbat, hát azzal több sikert érünk el. Hát hiába azért nem egészen 100%-osan megcsinált a játék, a karakterek viselkedési formája bizony kíván néha egy kis belátást.
Na de úgy néz ki, hogy most sikerült egy kis visszavonulásra kényszeríteni. És megnézzük két centről, hogy ömlik le a cucc, akkor végre visszavonul-e a hölgy. Hát azért lehet látni, már beterítette a komplett az egész testét. És végre úgy döntött, hogy elmenekül innen. Hát Ronnak az élete az egy kicsit meg lett gyepálva, és hát a bolt is eléggé le van már amortizálva, és már is itt van a következő delikvens, aki igényli a spermát az arcába, aminek hatására ő is elkezdett hányni, és már is visszavonulót is fújt, úgyhogy folytathatjuk tovább a ténykedésünket, és keresünk még egy feminista nőt, akit beteríthetünk a drága jó cuccunkkal, de lehet látni, hogy a tartály is kezd már lassan körülni, úgyhogy hamarosan vissza kell lesz mennünk újfent porszívózni, és addig rábízni a helyiség vendégeire a feminista nők lefoglalását. Nézzük is, hagytak-e még nekünk muníciót valahol a padlón, és látható, hogy hát azért dolgoztak a fiúk rendesen, mindenütt hevernek a zsebkendők, hát komolyan mondom, ez a játék. Úristen, mennyi cucc. Na hát, azt is sikerült felszínni. Jó van, talán ennyivel már boldogulni fogunk. Úgyhogy meg is nézzük, hogy kérnek-e még az arcukba. Azt mondja, ott szalad az első áldozatunk. Hú, már is hányni kezdett. Na, nézzük meg, hol van a következő illető. Ó, már megint szegény tulajunkat próbálja molesztálni, és hát ő is lehányta. Fúj, mit kap ez a csávó? Úgyhogy látszik, hogy sokkot kapott rendesen a látványtól. Fúj, hát Ronnak alig van valami élete. Na, talán még ezt a nőcit el kéne kapnunk ahhoz, hogy vége legyen a feladatnak. Nézzük. Hát úgy néz ki, hogy ez még egy kicsit több kell. Fú, de hogy mennyire hánynak ezek. Jó Isten. Szerintem magam sem tudom, mire vállalkoztam, amikor belekezdtem ebbe a játéknak a... Na, végre vége a feladatnak, úgyhogy látható is, hogy meglettünk dicsérve. Ó, nagyon szép munkát végeztél, csak így tovább, fiam. Micsoda munka volt. Jó, de hát azért kicsit le lett amortizálva a hely, és azért annyira csak nem voltam jó. De semmi probléma, mert ez egy jó munka volt.